A Becsei 1918 ifjúsági futballklub 1-1 ponton osztozott a Belegisi Podunavac csapatával a múlt szombaton, amikor a vajdasági szerb liga 25. fordulójának keretében 1-1-es döntetlen eredmény született a Tiszaparti Városi Stadionon. Kiegyenlített görcsös és oroszlán küzdelemben a megfiatalított óbecseiek 4 bónuszával a kezdő felállásban, és mindössze 3 játékossal a kispadon, nem csak hogy ellenállni tudtak a vendégcsapattal szemben, de a nagyszámú helyzet mellett elsőként szerezték meg a vezetést a 76. percben, amikor Tedic 1-0-ra növelte az állást, majd 5 perccel a meccs vége előtt Tyuk hibája miatt sajnos 1-1-es döntetlen végeredmény született. Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak, azoknak, akik játszottak a harciasságukért, valóban nincs mit felrónom nekik. A Podunavac csapata egy jó csapat, több tapasztalt játékossal, és nekünk sikerült velük szemben a döntetlent megvalósítani. Szép védelemmel a kapu előtt és támadásaink is voltak. Esélyek is, amelyekből ugyan nem született gól, mégis megvolt rá az esélyünk. Nekik is voltak saját esélyeik. Úgy gondolom, hogy ez egy jó meccs volt. A csapattal egész héten dolgoztunk, készültünk, és én tudtam, hogy jók lesznek. Mindent beleadtak, amit tőlük telhető volt. A szerencse azonban most nem állt az oldalunkra, de a futball az ilyen. A hibák is a futball részei, és aki kevesebbet hibázik, valószínű győzni fog. Egyetlen egy játékosnak sincs mit felrónom. A következő fordulóban az óbecseiek Kullára utaznak, ahol az ottani Hajdúk ellen lépnek pályára, amely ugyanannyi, azaz 32 ponttal áll a tabella 10. helyén. Taktikát fogunk kialakítani, mely segítségével kiderül, hogy mit bírunk és hogyan. Egész héten készülni fogunk és futballozni megyünk. Nekem elsősorban a futballjáték az elvem. Így azon leszünk, hogy egy jó meccset hozzunk össze, és hogy elégedetten térjünk haza. A Bácsföldvári Vojvodina játékosainak a 25. forduló keretében sikerült újabb 3 pontot szerezniük, legyőzve a Csonopjai Szloga csapatát, ezáltal megtartva a 13. helyüket a Szeber-Vajdasági Liga tabelláján. A Gyorgye Tapavica Gyója stadionon lejátszott mérkőzésen 5 gól esett. Ebből 2 teljesen egyforma volt. A vendégek a 9. percben találtak először a hálóba szabadrúgásból a 16-os széléről, ahonnan Rajcsányi biztosan 0-1-re alakított, majd ugyanebből a helyzetből a hazaiak, de a 22. percben Erdeján révén 1-1-re egyenlítettek. A 31. percben ugyanez a játékos 2-1-re szépített, majd 5 perccel később a túloldalon Vukász egy szöglet után 2-2-re kiegyenlítette Bácsföldvár előnyét. Az első félidőben szerzett 4 gól után a második játék részben már csak 1 volt látható a 75. percben, amikor Bosnyák talált az ellenfél hálójába, és ezzel kialakította a 3-2-es végeredményt a Vojvodina részére. Volt itt elég sok hiba, melyeket az elkövetkező meccseken az ilyen csapatok ellen, mint amilyen a Csonopjai Szloga, amely egy fenomenális csapat, nem lenne szabad elkövetni. Pláne ha tudjuk azt, hogy nekünk a pontokra óriási szükségünk van. Az első fél időben az 1-0-ás előny után sikerült visszatérnünk, ami nagyon pozitív, mert 2-1-re fel tudtunk jönni. Bár azt a második gólt naivan engedtük be. Annál is inkább, mivel ezen sokat dolgoztunk. Nem szabad az ilyen gólokat megengedni. A második fél időt sokkal jobban és konkrétabban játszottuk. Sikerült megszerezni a 3. gólunkat, és így 3-2-es eredménnyel zártuk a mérkőzést. Ezekre a pontokra nagy szükség volt, sikerült a 2 egymást követő hazai szereplés. Még 5 forduló van hátra, még 5 kemény küzdelem. Mi azonban csak magunkra, a mi győzelmeinkre fogunk összpontosítani, mert ez kulcsfontosságú a számunkra. Így kell tovább folytatnunk, és minden rendben lesz.
A következő 26. fordulóban Bácsföldvár csapata Bajsára utazik, ahol a tabellán 38 ponttal a 6. helyen álló azonos nevű csapattal mérkőzik meg. A legutóbbi 4 mérkőzést olyan csapatokkal játszottuk, amelyek mind a tabella élén vannak, mint például a Szabadkai Bácska vagy a Csonopjai Sloga. A bajsai csapat egy fiatal, perspektív csapat, amely a játékra összpontosít, és amely minden mérkőzésen a győzelemért küzd, majd ezt követően Prigrevicát látjuk vendégül, utána Verbászra megyünk. Ez egy igen nehéz beosztás, de én már akkor mondtam a fiúknak, amikor a klubba jöttem, hogy mi minden meccsre győzni megyünk, hiszen számunkra a pontok nagyon fontosak és szükségesek. Ebben a részben a 10 meccsből 7-ben győztünk, és ez még mindig nem elég a ligában maradáshoz. Mint ahogyan már említettem, még 5 meccs van hátra. Kemény harc lesz, de ahogy lesz, úgy lesz. Bízunk a számunkra pozitív kimenetelben, és abban, hogy a végén méltón kiharcolhatjuk a ligában maradásunkat. A hálózaton folyó tervezett szerelési munkálatok miatt szerdán, május 10-én szünetel az áramszolgáltatás Óbecsén és Csikériapusztán. 8-tól 17 óráig nem lesz áram Óbecsén a Szent Tamási út egy szakaszán, a 28-as házszámtól Szent Tamás felé. 8-tól 17 óráig ugyanezen a napon áram nélkül maradnak Csikériapuszta településen.